Fontos döntést hozott a Paris Saint-Germain Neymarral kapcsolatban. A Paris Saint-Germain Ousmane Dembélével erősítené meg a támadó játékát. Egyre inkább úgy tűnik, hogy a Chelsea mégsem tudja megszerezni Enzo Fernandest a Benficától. A Bayern München 3 játékost is igazolhat januárban. Üdvözlünk titeket a Tiki Taka TV-n, ahol ebben a videóban az Unibet támogatásával beszámolunk nektek a legfrissebb foci hírekről. Az Ajax mindenben megállapodott a Villarreallal a 30 éves argentin kapus Heromino Rui leigazolásáról, akiért a bónuszokkal együtt nagyjából 15 millió eurót fizet a holland klub, amely 4 évre szóló szerződést köt majd a dél-amerikai hálóőrrel. A török Galatasaray tárgyalásokat kezdett a Juventus brazil balhátvédjének, a lejáró szerződésének köszönhetően a nyáron ingyen megszerezhető Alexandrónak a menedzsmentjével egy 2025-ig szóló szerződésről. A Szalai Ádámot is foglalkoztató svájci FC Basel a szezon végéig kölcsönvette az RB Leipzig 19 éves spanyol támadóját, Hugo Novoát. A Manchester United a szezon végéig kölcsönveszi a Crystal Palace harmadik számú kapusát, Jack Butlandet, akire azért van szükségük a vörösördögöknek, mert a Newcastle United a napokban a kevés játék lehetőség miatt visszarendelte a vörösördögöktől szlovák hálóőrét, Martin Dubravkát, akit tavaly szeptemberben vettek kölcsön a manchesteriek a Szarkáktól. A Newcastle United katari VB-t is megjárt, és ott 2 meccsen is pályára lépett 18 éves ausztrál támadója, Garang Kuol várhatóan a skót Hearts-hoz igazol, amely a szezon végéig kölcsönbe szerezheti meg a fiatal játékost, akit tavaly szeptemberben szereztek meg a Szarkák. A Napoli 15 millió eurót ajánlott az Angénak a marokkói középpályás Azidini Unahi játékjogáért, akivel kapcsolatban egy sikeres üzletkötés esetén az lenne a nápolyiak elképzelése, hogy a szezon végéig kölcsönben a francia klubnál maradna, és csak a nyáron költözne Olaszországba. A The Guardian értesülései szerint a Liverpool középpályás kiszemelteket tartalmazó kívánságlistáján az Atalantát erősítő Teun Koopmeiners neve is előkelő helyen áll, azonban a bergamói klub, ha csak nem fut be érte egy visszautasíthatatlan ajánlat, szezon közben nem kíván megválni a 24 éves holland válogatott játékostól. Megszületett a megállapodás Gazdag Dániel és az MLS-ben szereplő Philadelphia Union között a magyar válogatott középpályás 2025-ig szóló szerződésének 2026-ig történő meghosszabbításáról, melynek értelmében a 26 éves játékos lesz a klub legjobban fizetett tagja. A svájci székelyű Sporttudományok Nemzetközi Központjának legfrissebb kimutatása alapján a maga 208 millió eurós piaci értékével jelenleg a Borussia Dortmund 19 éves angol középpályása Jude Bellingham a világ legértékesebb játékosa. Őt honfitársa a Manchester City 22 éves erőssége Phil Foden követ a sorban, akit 200,5 millió euróra taksál a CIS, míg a képzeletbeli dobogó legalsó fokát a PSG támadója a 190,7 millió euróra becsült Kylian Mbappé foglalja el. A Chelsea tegnap hivatalosan is bejelentette, hogy leigazolta az AS Monacótól a 21 éves francia válogatott középhátvédet Benoît Badiashilt, aki 2030 nyaráig szóló szerződést kötött a londoni klubbal. A Nemzetközi Sportdöntőbíróság helyben hagyta az FC Barcelona lengyel csatárának, Robert Lewandowskinak a 3 mérkőzésre szóló eltiltását, amit azért szabott ki rá korábban a La Liga fegyelmi bizottsága, mert a 34 éves játékos a novemberi Osasuna elleni bajnokin, miután a kiállítás sorsára jutott, sértő gesztust tett a játékvezetőre. Ez az ítélet pedig azt jelenti, hogy Lewandowskinak az Atletico Madrid elleni rangadó mellett a Hetafe és a Girona elleni meccseket is ki kell majd hagynia. A Ferencváros közel áll ahhoz, hogy megegyezzen a szlován Bratislava 28 éves szurinamei középhátvédjével, Mienti Abénával, illetve az azeri Karabak 25 esztendős gánai támadójával, Ovusu Kvabenával is a személyes feltételekről, sőt, utóbbival kapcsolatban az azeri sportsajtó gyakorlatilag már kész tényként kezeli, hogy aláírt egy előszerződést a magyar klubbal, amely 2 évre szól. A szóban forgó játékosoknak egyébként egyaránt a szezon végéig szól a szerződésük, aktuális klubjaiknál, így a Fradi a nyáron átigazolási díj nélkül szerezheti meg őket, de ha a zöldfehéreknek sikerül kialkudniuk egy alacsony vételárat, akkor az sem zárható ki, hogy már most télen az Üllői útra költöznek.
A Premier League-ben jelenleg az utolsó helyen álló Southampton megegyezett a Dinamo Zagrebbel a 30 éves horvát válogatott szélső Mislav Orsic leigazolásáról. Az angol klub bónuszokkal együtt nagyjából 10 millió eurót fizet a játékosért, aki 2027 nyaráig szóló szerződést ír majd alá új csapatával. Spanyol sajtóhírek szerint az idény végén visszavonul a játékvezetéstől Mateu Lahoz, aki elsősorban azzal vált ismerté, hogy rekordot jelentő 18 sárga lapot osztott ki a katari VB negyeddöntőjében megrendezett Argentina-Hollandia meccsen, ezt követően pedig a december 31-i Barcelona-Espanyol La Liga találkozón is nagyot ment, hiszen azt a mérkőzést meg 16 sárgával és 2 piros lappal zárta. A szériában szereplő AC Monza előre haladott tárgyalásokat folytat a skót Celtickel a katari VB-t is megjárt horvát válogatott jobbhátvéd Josip Juranovic szerződtetéséről, akit kölcsönbe szerezne meg az olasz klub vételi opcióval, ami kötelező érvényűvé válna, ha a lombard klub kiharcolja a bennmaradást a Szériá mostani kiírásában. Jól haladnak a tárgyalások a Manchester United és az Atletico Madrid között a portugál támadó középpályás João Félix ügyében, akit 100 millió euró körüli vételi opcióval ellátott kölcsönszerződéssel szerezne meg az angol egyesület. Az Arsenal számára egy kezdőszintű védekező középpályás szerződtetése jelenti majd a prioritást a nyári transfer szezonban. Első számú kiszemeltjének pedig a West Ham United 23 éves angol válogatott kiválósága Declan Rice számít, és az ágyúsok már fel is vették a kapcsolatot a játékos menedzsmentjével. Alfredo Pedulla, olasz újságíró úgy tudja, hogy a Real Madrid vezetői az elmúlt 15 napban 2 alkalommal is találkoztak az RB Leipzig horvát válogatott védőjének, a Chelsea és a Manchester City által is intenzíven csábított Josko Guardiolnak az ügynökével, hogy egyeztessenek vele a 21 éves játékos nyári szerződtetéséről. A Premier League 19. fordulójának záró meccsén a Manchester City Riyad Mahrez 63. percben lőtt góljával 1-0-ás győzelmet aratotta a meglehetősen tartalékosan felálló Chelsea otthonában, így Pep Guardiola 39 pontos csapata 5 pontosra faragta hátrányát az éllovas Arsenallal szemben, a 25 egységgel rendelkező Chelsea pedig visszacsúszott a tabella 10. helyére. Látogass el a büntető.com megújult oldalára és olvas exkluzív interjúkat a sportvilág magyar és külföldi szereplőivel. Ezen kívül elemzésekkel, sportszakmai tartalmakkal, könnyed ismeretterjesztő cikkekkel és portrékkal is találkozhatsz. A linket keresd a leírásban. Most pedig a kiemelt híreink következnek. Alaposan belehúzott az erősítések terén a Bayern München, amely amellett, hogy tegnap megszerezte Daley Blindet, közel áll a svájci válogatott kapus Jan Sommer leigazolásához is, és a kicker szerint az RB Leipzig erőssége Konrad Laimer is a bajorok játékosa lesz a nyártól. A müncheniek 4 pontos előnnyel folytatják a Bundesliga küzdelmeit, de annak ellenére, hogy vezetik a tabellát, a szurkolók kicsit aggódva várták a szezon második felét. A csapat ugyanis nem volt mindig meggyőző az ősszel, a téli szünetben pedig további sérülések tizedelték meg a keretét. A francia hátvéd Lucas Hernández a világbajnokságon tércalakszakadás szenvedett, így ebben a szezonban már nem játszhat. Majd a VB-t követően a csapat kapusa Manuel Neuer síelés közben lábát törte, így ő is kidőlt egészen a következő szezon kezdetéig. Főleg utóbbi jelentett nagy problémát, mert Neuer évek óta alig hiányzott, és mögötte a keretben csak a rutinos, de más minőséget képviselő Sven Ulreich volt. A müncheniek számára így prioritássá vált egy új kapus igazolása, de a helyzetet nehezítette, hogy nem egyszerű olyan hálóört igazolni, aki képes magas szinten teljesíteni, de elfogadja, hogy fél év elteltével Neuer felépülését követően megint csak kispados lesz. A korábban hasonló céllal megvett, majd az AS Monaco-nak kölcsönadott Alexander Nübel emiatt nem is akart visszatérni Münchenbe, ám a jelek szerint a Bayernnek így is sikerült megoldást találni. A klub ugyanis felvette a kapcsolatot a Borussia Mönchengladbach rutinos kapusával Jan Sommerrel, akinek az idény végén lejár a szerződése. A 33 éves svájci játékost több más sztárklub is vinné a nyáron, transferdíj nélkül, így viszont a Gladbach kaphat némi pénzt érte. A két egyesület ugyan még nem egyezett meg, de ha a Borussiának sikerül megfelelő pótlást találni Sommer helyére, akkor elengedi a kapust, aki a Bayernnel már megállapodott, és lapértesülések szerint 2025-ig ír majd alá. Ezzel együtt ő még nem tartott a csapattal a dohai edzőtáborba, viszont némileg váratlanul a holland Daley Blind már ott lehet.
A 32 éves védő nagy meglepetésre decemberben az Alfred Schreuder vezetőedzővel való rossz kapcsolata miatt közös megegyezéssel szerződést bontott az Ajax-szal, amelynek színeiben még az ősszel is 18 tétmérkőzésen szerepelt, pályafutása során pedig már 333 alkalommal lépett pályára. A Manchester United-et is megjárt 99-szeres holland válogatott védő érkezését tegnap este hivatalosan is bejelentette a Bayern, amely az idény végéig szóló, rövid távú szerződést kötött Blindel. És a müncheniek így sem állnak meg, mert a kiker úgy tudja, hogy megállapodtak az RB Leipziget erősítő osztrák középpályással, Konrad Laimerrel is, aki szerződése lejártával a nyáron transferdíj nélkül kerül majd a klubhoz. Mégsem olyan biztos, hogy a Benfica középpályása Enzo Fernández a Chelsea-ben folytatja pályafutását, miután a korábbi hírekkel ellentétben a londoniak a kivásárlási záradéknál alacsonyabb összeget kínáltak az argentin játékosért. Az angol klub jelenleg nem teljesít jól a Premier League-ben, és a szezon közben érkezett vezetőedző Graham Potter meglehetősen nehéz feladat előtt áll, ha be akarja hozni a csapatot az első négy közé. A Chelsea tulajdonosa az egyesületet tavaly nyáron Roman Abramovich-tól megvásárolt amerikai üzletember, Todd Boehly azonban nem sajnálja a pénzt az erősítésekre, legalábbis eddig úgy tűnt. A klub már is megvette a Molde támadóját, David Datro Fofanát és a Vasco da Gama középpályását Andrei Santost egyaránt 12 millió euróért, illetve az AS Monaco francia válogatott középhátvédjét Benoît Badiashilt, aki 40 millió euróba került, és eddig úgy tűnt, hogy csak napok kérdése, mikor szerzi meg Enzo Fernandest is a Benficától. A 21 éves argentin középpályás tavaly nyáron igazolt a Lisszaboniakhoz a River Plate-től, mégpedig viszonylag olcsón, mindössze 14 millió euróért. Azóta viszont nagyot nőtt az értéke, részben a portugál klubban nyújtott remek teljesítménye miatt, részben pedig azért, mert a világbajnokságon is kiemelkedően futballozott. Fernandest meg is választották a torna legjobb fiatal játékosának, és már akkor nyilvánvaló volt, hogy a Benfica nem lesz képes sokáig megtartani. Olyan klubok érdeklődtek a középpályás iránt, mint a Real Madrid, a Paris Saint-Germain, a Liverpool vagy a Chelsea, ám a lisszaboniak gyorsan egyértelművé tették, hogy a szezon vége előtt nem akarják eladni egyik legjobbjukat. Az argentin légió szerződése ugyanakkor tartalmaz kivásárlási záradékot, ami 120 millió euró, és a Liverpool például ezt túl soknak tartotta, nem úgy, mint a Chelsea, amelyről az a hír járta, hogy 128 millió eurót kínál a játékosért, akivel szóban meg is állapodott. Olyannyira, hogy Fernandes kijelentette, többé már nem is akar pályára lépni a Benficában. Amikor azonban a két klub tárgyalóasztalhoz ült, akkor kiderült, hogy a Chelsea mégsem akar annyit fizetni, és alkudozni kezdett. Fabrizio Romano szerint az angolok csak 85 millió eurót kínáltak, míg a portugál lap a rekord szerint ez úgy igaz, hogy a 85 millió euró mellé még három játékost adott volna a lisszaboniaknak. Hakim Ziyecht végleg, a fiatal David Datro Fofanát és Andrei Santost pedig kölcsönbe. A Benficánál ezen értető módon kiakadtak és nemet mondtak a Chelsea ajánlatára. A portugálok német trénere Roger Schmidt konkrétan kijelentette, hogy szerinte tiszteletlenül bántak a lisszaboniakkal. Van egy klub, amelyik meg akarja venni a játékost, és tudják, hogy mi nem akarjuk eladni, vagyis csak akkor szerezhetik meg, ha kifizetik a kivásárlási záradékot. Tiszta helyzet. Erre behűítik a játékost, majd úgy tesznek, hogy ki akarják fizetni a záradékot, hogy aztán alkudozásba kezdjenek. Azt hiszem, ezt nem lehet jó kapcsolatnak nevezni a tárgyaló felek között, jelentette ki a német edző. A barcelonai sport értesülései szerint a Paris Saint-Germain a nyáron megpróbálja eladni Neymart, ami a jelenlegi szezon előtt sem jött össze a klubnak. A párizsiak annó átigazolási világrekordért szerezték meg a brazil világsztárt az FC Barcelonától, és azóta sem volt olyan transfer, amelynek során több pénzt fizettek volna egy labdarúgóért. A 2017-es ügylet idején Neymar volt a katariak PSG projektjének koronája, azonban a terv nem vált be maradéktalanul, hiszen a nagy cél, a Bajnokok Ligája megnyerése azóta sem sikerült a csapatnak. A párizsiak ráadásul időközben megszerezték előbb Kylian Mbappét, majd Lionel Messit is, így aztán három szupersztár is a csapathoz került, márpedig ez több szempontból is problémásnak ígérkezett. Ez megoldódni látszott, amikor úgy tűnt, hogy Mbappét elviszi a Real Madrid, de a francia támadó tavaly tavasszal végül még is új szerződést írt alá a PSG-nél, és már a nyáron is arról lehetett hallani, hogy Mbappé nem bánná, ha a brazilt eladná a klub. Ez olyan nagyon az egyesületnek sem lett volna ellenére, hiszen Neymar 2026-ig szóló szerződéssel bír, a fizetése pedig évente bruttó 56 millió euró. Ez ugyanakkor meg is nehezíti az eladását, így a PSG hiába dobta őt piacra tavaly nyáron 150 millió euróért, komoly jelentkező nem akadt. Igaz, a Newcastle Unitednél állítólag felmerült a leigazolásának a lehetősége, de a támadónak esze ágában sem volt a szarkákhoz szerződni.
Neymar tehát maradt, és az idény elején volt is némi surlódása Mbappéval, de úgy tűnt, hogy a szakmai stáb, az edző Christophe Galtier, illetve a sportigazgató Luis Campos vezetésével képes volt harmóniát teremteni, amihez persze az is kellett, hogy a brazil élete egyik legjobb formájában futballozzon. Eddig 21 tétmérkőzésen ugyanis 15 gólja és 13 asszisztja van, és a meccsek többségében a három szupersztár egyszerre volt a pályán. Ennek ellenére a barcelonai sport most arról írt, hogy a PSG-nél továbbra is Neymar eladásában gondolkodnak, mivel a következő év csapatát Messi, illetve Mbappé köré szeretnék építeni, illetve mert szeretnének csökkenteni a bérköltségükön. Az argentin várhatóan meghosszabbítja a szezon végén lejáró kontraktusát, Mbappét pedig mindenképpen meg akarják tartani. Pedig a pletykák szerint a francia elégedetlen és távozni szeretne. Ami Neymart illeti, hármójuk közül neki van a leghosszabb szerződése, de az eladása érdekében a PSG állítólag potom 100 millió euróért is hajlandó lenne elengedni, ami még mindig olyan összeg, amit csak kevés klub tud kifizetni, nem is beszélve Neymar fizetéséről. Nos, ez alapján a párizsiaknak nem lesz könnyű dolguk, már amennyiben persze igazak a sport értesülései, és valóban el akarják adni a brazilt. Minden esetre, ha a PSG sikerrel jár és eladja Neymart, akkor a francia sajtó szerint a párizsi klub az FC Barcelona támadójával, Ousmane Dembélével szeretné pótolni a brazil klasszist. Nagyot fordult a világa még mindig csak 25 éves szélsővel, akit egy éve még a katalán szurkolók is kifütyültek, hiszen a pletykák szerint nem akarta meghosszabbítani az idény végén lejáró szerződését. A Barcelona szakvezetője Xavi azonban ragaszkodott hozzá, és a korábban sokat sérült játékost tavasszal rendszeresen játszatta, amit Dembélé remek teljesítménnyel hálált meg, hiszen fél idény alatt 11 gólpasszt adott a La Ligában. Aligha nem ez is hozzájárult ahhoz, hogy végül mégis sikerült megállapodnia a klubbal az új kontraktusról, és 2024-ig aláírt a Barszához, ráadásul a fizetése sem volt annyira őrült összegű, amennyiben az évi bruttó 12 millió euróról ezt el lehet mondani. Dembélé ebben a szezonban is alapember Xavinál, és egyelőre a sérülések is elkerülik, egyetlen tétmérkőzés sem hagyott ki az idén során, és 22 találkozón 6 gólnál, illetve 7 asszisztnál jár. Mindez fel is keltette a Paris Saint-Germain érdeklődését, amely állítólag a nyáron szívesen megszerezné a szélsőt, miközben a Barcelona egyáltalán nem akarja eladni. Tegnap például a katalán egyesület elnöke Joan Laporta egy interjúban határozottan kijelentette, hogy ajánlhat Dembéléért bármekkora összeget a PSG, a francia szélső nem eladó. Az már más kérdés, hogy a katalán sport című napilap értesülései szerint a játékos szerződésében szerepel egy 100 millió eurós kivásárlási záradék, vagyis ha a párizsiak leteszik ezt az összeget a barcelonaiak asztalára, akkor a gránátvörös kékek kénytelenek lesznek eladni Dembélét, de ez persze a játékos beleegyezése is szükséges. Ezzel pedig az összeállításunk végéhez érkeztünk. Írjátok meg a véleményeteket az elhangzott hírekkel kapcsolatban a videó alatt kommentben. Ha pedig tetszett az összeállítás, akkor nyomjatok rá egy lájkot, és ha eddig még nem tettétek volna, akkor iratkozzatok fel a csatornánkra.